Budán vagyunk a Szent Margit gimnáziumban, ahol a folyosókat zene lengi be. Nem véletlen, hiszen Vince Lilla itt próbál zenésztársaival a kápolnában. Lássuk, mire készülnek. A művésznő Holeonnával és Hegedűs Szabolccsal épp Wolf Péter szerzeményét gyakorolja egy karácsonyi estre. Hangja angyalian tölti be a neobarokk stílusú teret. Ugye, hogy milyen gyönyörű? Hát bele vagyok szeretve, és ilyenkor azt mondom, énekelni egy ilyen kápolnába. Az egy külön ajándék. Nagyon fontos karácsonykor ez az angyali kíséret, és az, hogy gyerekekkel. Mit ad neked ilyenkor lelkileg ez az együtt zenélés? Egyrészt egy olyan védelmet, egy nagyon-nagyon szükség van szerintem a mostani időben is arra, hogy ez az erősítés, ez a menedék, és azt gondolom, mindnyájunknak az életében voltak nehezebb időszakok is, engem ez sokat segített. Ezek a koncertek és ezek a dalok szerintem tisztító erővel hatnak. Az esten a dalok hangosítás nélkül csendülnek fel, azaz a művészek csupán a terem akusztikájára támaszkodnak. A kápolnának az akusztikája pillanatonként változik, tehát a közönséggel is ugye össze kell hangolódnunk, egymással is, meg velük is persze. Ez egy óriási dolog, mert hát ugye nem playbacket használunk, hanem itt teljesen élőben történik minden. És pont most kicsöngettek az óráról, mert hogy ugye ez egy gimnázium is egyben, és te itt tanítasz ráadásul. Igen, mindjárt lesz közönségünk. Igen. igen. Hát ez egy másik kihívás, ez örök dilemma, hogy művész, vagy tanár, vagy tanár, vagy művész tanár, ha egyáltalán ez létezik, de szintén egy olyan hivatás, amit nem lehet elengedni. Holeanna már évek óta tagja az énekesnő zenekarának, fuvalázott például legutóbbi videoklipjében is. Egy fantasztikus személyiség, olyan, mint egy zenei kereszt anyu tulajdonképpen, hiszen ez már egy olyan barátság és lelki viszony is, és a zenén keresztül is, úgyhogy abszolút emberileg is és zeneileg is nagyon sokat ad a közös kalandok és utazások és fellépések. És ha már a klipet említettem. Ez Vince Lilla, Én itt születtem című dala, amelyhez ezen a nyáron szülőhelyén a Balatonon készítették a felvételeket. Az énekesnő lakásán folytatjuk a napot, ahol néhány kulisszatitkot oszt meg a forgatásról. Én itt születtem. A szülői ház az elárulatom, azért megjelenik ott, és sétálunk a parton, az a Sió csatorna volt az egykori kalandor helyem, hiszen a kert végében volt egy kapu, ami levezetett a Sió, ott lépcsők vannak egyébként a Sió csatornán, és tutaljoztunk a testvéremmel. Csobban az idő túl a köveken. Például a Szepezzen azon a kis eldugott strand melletti részen, ahol a kiskutyával, a Mozsival is forgattunk, azt lehet is látni, hogy ott a fán ülünk. Kedvenc jelenetem az a stég jelenet felülről, ott amikor én fekszem egy stégen, és lehet érezni, hogy nagyon nagy a szél, és akkor még nem tudhattuk, hogy most jönnek a viharfelhők. Szándékosan nem volt nagy forgatás, tehát a szerénységében, a finomságában mutatja meg azt, hogy én mit gondolok a Balatonon keresztül a világról is, mert ez egy kicsit ez egy motto. Eljöttünk ide a Feneketlen tóhoz, mert hogy szeretsz ide kijárni, amikor időd engedi. Így van, hát nagyon szeretem a természetet, Budapesten is, Budán is. Nagyon szeretem az állatokat megfigyelni, a madarakat. Feltöltődjük az ember lelke, tehát vidéki lányként, ha így nősz fel, akkor a Budapestet nagyon lehet szeretni az izgalmas kultúrájával, mindennel, az élettel. De nekem nagyon hiányozna, hogy nem kirándulnék sokat, biciklizünk, kirándulunk, akkor vitorlázom, egyéb sportokat művelek világéletemben. Tehát gyakorlatilag az egészségemet jelenti, a feltöltődés inspirál,
És valójában, amikor már annyi mindent meg is élhettem, azt gondolom, hogy az ember előbb-utóbb vágyik a csendre is egyre jobban, és a kisebb dolgokra nagyon fontos a természet. Az eligazodásba, az egészségbe, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mindig valahogy tudjuk, hogy hol a helyünk, és tudjunk annak örülni, amink van.